A Hekta Kft. Biológiai növényvédőszerek és növénykondicionáló anyagok forgalmazásával foglalkozik. 2018-ban tette át a székhelyét Szekszárdra, akkor lettem én az ügyvezető, és mivel Szekszárdon lakunk, tehát itt vagyunk otthon, azért próbáljuk a város kulturális életét is támogatni. A Hekta Kft. Forgalmazza a Magyarországon a piacvezető növénykondicionáló szert, ez az Amalgerol. Az Amalgerol most már 25 éve van a magyarországi piacon, és jelenleg is legnagyobb mennyiségben használják ezt a termelők. Az Amalgerol mellé vettünk fel a portfólióra különböző biológiai növényvédőszereket. Igazán a Hekta Kft. Mint új cég 2018 év végén alakult, és mostanra gyakorlatilag 2022-re el fogja érni a 3,5 milliárdos forgalmat. Ez a készítmény, mint mondtam, egy növénykondicionáló szer. Ez azt jelenti, hogy ha a növényeknek bármiféle baja van, akkor ezt rá szokták permetezni, és akkor ebből a bajból kinő a növény. És hogyha megnézzük manapság, akkor már a növényvédelmi problémák nem is annyira jelentősek, mint mondjuk a gombafertőzés, sokkal nagyobb kárt tud okozni a termelők számára. A különböző környezeti problémák azok a stresszfaktorok, amik stresszelik a növényt. Csak meg kell nézni az idei évet, az aszály óriási károkat tud okozni. Ebben segít az Amalgerol, hiszen növénykondicionálóként felkészíti a növényeket. A Hekta Kft. Itthon érzi magát Szekszárdon, én is szekszárdi vagyok, szőlővel és borászattal is foglalkozunk, tehát nagyon fontos a számunkra, hogy Szekszárd olyan hely legyen, ahova szívesen jönnek más emberek is, és az itt élő emberek is jól érzik magukat. Én nagyon szépen köszönöm ezt a díjat, örülök, hogy eszébe jutottunk azoknak, akik ezt a díjat megszavazták, és nem ez, természetesen nem ezért a díjért támogattuk a várost, enélkül is támogattuk volna, és ezután is támogatni fogjuk.